Jó búzatermés, alacsony ár. Elkezdődött az aratás, a termés átlag már most jónak ígérkezik, azonban mintegy 15-20%-kal olcsóbb a búza, mint tavaly. Kísérleti közfoglalkoztatási program. Piricsén indult el elsőként húzamosabb ideje munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása. Ágazati béremelés. A kamara szerint az orvosok, ápolók bérfelzárkóztatására már szükség volt. A dolgozók fizetése több lépcsőben emelkedik. Jó búzatermés, ám alacsony ár várható. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az aratás elkezdődött. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen mintegy 25 ezer hektáron termett búza. Ennek alig 4%-át aratták le eddig. A termés átlag már most jónak ígérkezik, azonban mintegy 15-20%-kal olcsóbb a búza, mint tavaly. Körülbelül 40-42 ezer forint az új terménytonnája. Mintegy 3000 hektárral kevesebb búzát vetettek tavaly ősszel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mint az elmúlt években. Ennek oka, hogy az őszi talajelőkészítések nem sikerültek mindenhol jól. Körülbelül 3000 hektár búzával vetettünk keveset, elég jól teleltek, jó idő volt a csapadékot is, zömében a megyénkben akkor kapták, amikor éppen a fejtrágyázás, illetve ennek az időszaka volt, úgyhogy jó telelt és jó tavaszra ébredt a kalászos. A termés átlagot valamivel a tavalyi fölé várjuk, így az a 3000 hektár, amivel kevesebbet vetettünk, talán a termés átlagban pótolja azt a mennyiséget, úgyhogy elmondhassuk, hogy most nagyon jó idő van a betakarításra. Ezt bizonyítják ezek a felvételek is. Három kombájn aratott Paszap csúcsnál, több hektár hagyományos és hibrid búza egymás mellett. Pásztor András mezőgazdasági termelő közel 50 éve foglalkozik kalászosokkal, és már most látja, a termés jónak bizonyul. Én 100 hektáron termelek kalászost, elsősorban őszi árpa és búzát. Őszi árpa betakarítása befejeződött, tehát ez rekord eredményeket hozott. 7,5 tonna feletti nettó átlaggal zártam. Búzából pedig jelenleg a 50%-on állunk, mert vannak korai fajták, elsősorban csillag, lupusz, aminek a betakarítása befejeződött. Ezek rendkívül jó szerepeltek. Gondolom a koratavaszi sok csapadékot kellően tudták hasznosítani, illetve az igazság, hogy öntöztünk is, tehát ennek is köszönhető, hogy az eredmények eddig lényegesen jobbak, mint tavaly. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen közel 25 ezer hektáron termett búza, ennek alig 4%-át, körülbelül 810 hektáros területet arattak le eddig. Hagyományosan Péter és Pál napján, azaz június 29-én kezdik meg a kenyérgabona betakarítását az országban, idén azonban néhány napot csúszott az aratás kezdete. Azonban már most látszik, hogy a termésátlag szinte mindenhol megfelel a várakozásnak. Az eddigi őszi búzás mérések alapján az átlag termés 4,3 tonnát ér el hektáronként. A jó búzatermés azonban nem garantálja a jó árat, az szinte mélyponton van. Mintegy 15-20%-kal olcsóbb a búza, mint tavaly, körülbelül 40, jó esetben 42 ezer forint az új termény tonnája. Országos viszonylatban is Piricsén indult el elsőként a kísérleti közfoglalkoztatási program. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen összesen 20 húzamosabb ideje munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalót alkalmaz az önkormányzat. A kormány új közmunkaprogramjában országosan 300-an, a megyében összesen 100-an kaptak álláslehetőséget. Már dolgoznak a speciális közmunkaprogramban foglalkoztatottak Piricsén. Július 1-től egészen november végéig, 5 hónapon át összesen 20 főnek biztosítanak munkahelyet a településen. Az országban itt kezdődött el elsőként a munka. Mezőgazdasági feladatok elvégzése, buszmegállók és zöld területek tisztántartása,
Ez csak néhány példa arra, hogy milyen munkakörben alkalmazhatják a halmozottan hátrányos munkavállalókat. Olyan személyek eznek a programnak az alanyai, akik mentális, szociális és egészségügyi problémákkal küzdenek, és nagyon csekély volt a fogadókészség az elsődleges munkaerőpiac részéről egyáltalán nem, és közfoglalkoztatás részéről is igen erőteljes korlátok voltak emiatt. Nagyon azt tapasztaltuk az elmúlt időszakban, hogy nagyon sok olyan személy küzd egészségügyi problémákkal a foglalkoztatósági vizsgálat kapcsán, ami a nem alkalmas minősítést is jelenti az esetek döntő többségében. Országos viszonylatban 4 megye 11 településén összesen 300 főt foglalkoztatnak. Ennek harmadát a Szabolcs megyei Piricsén, Nyíregyházán, Tornyospálcán és Tiszaszentmártonban. A helyszíneket az alapján jelölték ki, hogy mely megyékben van a legtöbb olyan ember, aki egészségügyi probléma miatt huzamosabb ideje munkanélküli. Ezt a belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakemberei közösen vizsgálták. Védettebb munkakörülmények között, 6 órás munkaidőben, önkormányzati szervezeteknél dolgozhatnak az új közfoglalkoztatási programban. Gyakorlatilag az anyagbeszerzések azok folyamatban vannak. Megegyeztünk egy közeli céggel, hogy a rendelkezésre álló fa alapanyagokból nekünk a félkész alapanyagot tudják biztosítani, amit további megmunkálás során fogunk megmunkálni. Hát ezek ilyen székek, virágos ládák, padok, amit gyakorlatilag itt helyben meg tudunk csinálni. A munkavállalókat mentorok is segítik. A speciális programban dolgozók havi bére közel 42 ezer forint. Középfokú végzettséget igénylő munkakör betöltése esetén pedig valamivel több, mint 53 ezer forint. Ezek a bérek alacsonyabbak a többi közfoglalkoztatotti fizetéssel szemben, viszont több támogatást kaphatnak. Ilyen például, hogy a napi egyszeri meleg étkezést megtéríti az állam a speciális munkaigényű dolgozók számára, valamint munkaerőpiaci, egészségügyi és különböző szociális szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. A tervek szerint az 5 hónapos kísérleti program januártól országossá válik majd. Az orvoselvándorlás sok helyen a betegellátást is veszélyezteti. Több ezer magyar szakorvos szeretne külföldön dolgozni. A Magyar Orvosi Kamara képviseletében beszélt erről televíziónknak dr. Losonczy János. A kamara szerint az orvosok, ápolók bérfelzárkóztatására már szükség volt, az ágazati dolgozók fizetése több lépcsőben emelkedik. Nettó 100 ezer forint idén és 107 ezer forint jövőre, ennyivel kereshetnek többet itthon a szakorvosok és a szakgyógyszerészek. Az ápolók bruttó bére szeptembertől 26%-kal, jövő novemberben újabb 12%-kal, 2018-ban pedig 8%-kal növekedhet. Eszerint a nővéri fizetés első lépésben nettó 58 ezer forinttal lesz több. A következő évi állami költségvetésbe már beépítették az orvosok, ápolók bérkompenzációját. A 2017-es egészségügyi büdzsébe 171 milliárd forintos plusz kerül, ennek nagy részét a béremelések teszik ki. A szakma úgy véli, a nagy szakember elvándorlás indította el a hazai egészségügyi bérfejlesztést. Az orvosi kamara szerint hazahívni már nehezebb lesz, mint itthon tartani az orvosokat, ápolókat, mert a nyugatra való elvándorlást nem csak a pénz motiválja. Itthon a fiatal orvosok nem látják a szakmai fejlődés lehetőségét sem, mondta el 35 perc című műsorunkban dr. Losonczy János, a Magyar Orvosi Kamara képviseletében. Ez most nem orvosnevelő légkör. A közép garnitúra kivándorolt. Nincs meg az az oktatási és képzési folyamat, ami évszázadokon keresztül jellemezte nem csak a magyar, hanem a világ minden egészségügyi rendszerét. Ez elméleti, hogy gyakorlati oktatásra gondol. Mester tanítja a tanítványát. Miután itt most hiányzik már egy jó része ennek a középgarnitúrának, ez a folyamat megszakad. Késve, de megkapják a 10 milliárdos plusz forrást a házi orvosok is. A praxis finanszírozásra januárig visszamenőleg kaphatnak támogatást. Ennek fejében fel kell mérniük valamennyi a praxisukhoz tartozó páciensük egészségügyi állapotát. A házi orvosi ellátás nagy kihívások előtt áll. Szükség volna arra, hogy meg tudjuk erősíteni és javítani az ellátás színvonalát. Erre is jó lenne, hogyha tudnánk fordítani, de melyik ujjamat harapjam meg a kollégáknak, és a saját béremet emeljem, és nyilván ebben is eléggé hátrányban szenvedünk, vagy pedig az ellátás színvonalát emeljem.
szeretnénk, hogyha nem kompromisszumot kellene kötnünk, hanem a kecske is jól lakna, meg a káposzta is megmaradna. A házi orvosok szeretnék, ha konkrétan meghatároznák, milyen vizsgálatokat tudnának helyben, a rendelőkben ellátni, amivel a szakrendelők zsúfolt forgalmán könnyíthetnének. Súlyos baleset történt tegnap délután a 4-es számú főúton Nyírtura közelében. Egy Záhony felől érkező autó elé hajtott ki tisztázatlan okból egy Nyírtura irányából közlekedő személygépkocsi, és nagy erővel összeütköztek. A balesetben 5-en sérültek meg, a mentők a helyszíni vizsgálatot követően őket kórházba szállították. A tűzoltók a kocsikat áramtalanították, a baleset környékét biztosították, a rendőrség teljes útzár mellett helyszínelt, a forgalmat elterelték. Az anyagi kár jelentős, a rendőrség vizsgálja, melyik autós hibázott. A gyalogos járda korlátját cseréli a Magyar Közút ZRT a 4-es számú főúton Nyíregyházán, a Debreceni út bevezető szakaszán. A korlát magasabb lesz így, és biztonságosabb is. A munkálatok miatt több napon keresztül forgalomkorlátozásra kell számítani az említett útszakaszon. Sport, lovaglás, a természeti értékek megismerése, egymás és a fogyatékkal élők elfogadása. Tematikus napokat szerveztek a táborozni vágyó gyerekeknek az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány napközis táborában. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Kitó, a Nyíregyházi Állatpark egyéves afrikai elefántja anyjával és egy másik elefánt tehénnel osztotta meg eddig kifutóját, azonban a héten megismerkedett tekintélyes méretekkel bíró apjával, Jackkel is. Az elmúlt szezonban 3 országos döntőben is fújhatta a sípot Makrai Márton. A 27 éves kosárlabda játékvezető szerepet kapott a serdülő és a kadett fiúk fináléjában, valamint a 4. korcsoportos diákolimpia döntőjében. Sport, lovaglás, a természeti értékek megismerése, egymás és a fogyatékkal élők elfogadása. Tematikus napokat szerveztek a táborozni vágyó gyerekeknek az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány napközis táborában július 4-e és 8-a között. Csütörtökön a természeti környezet értékeivel ismerkedtek meg a gyerekek, és elsajátíthatták a lovaglás alapjait is a kistáltos lovasudvarban. Oldalsó középtartás. Törzsfordítás balra. Ez a nyírmadai kislány Alexandra nem először ül lovon, már gyakorlott volt a lovas gimnasztikában. Nagyon jó, nagyon szeretem ezt csinálni. Ez szinte a legjobb hobbim, amit csinálhatok. És nagyon sok mindent meg tudunk itt tanulni, ügetni, és először így gyakorlatokat tanulunk meg. A lovaglás ajánlott gyermekkorban erősítő hatása van, nem csak fizikai értelemben. Fejleszti a mozgáskoordinációt, egyensúlyérzéket, de jó hatást gyakorol a gondolkodásra, és növeli az önbizalmat is. Mindig azt kell csinálni, amit az oktató mond, és a lótól nem kell félni, ugyanis egy barátságos állat, és nagyon jó dolog lovagolni. 50 gyermek vett részt a napközis táborban. A mai napjuk a tanyavilág állataival való ismerkedéssel telt el. A lónak így a hátától fett, mert így körkörösen így ilyen mozdulatokat, és akkor ugye a lónak így a hoz kiszedjük a szőréből, és akkor ez megvan, akkor a kefének egy kicsit az ujjunkat kivesszük, és akkor itt a tetején így lekotottuk. A tematikus tábort az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány jóvoltából szervezték meg idén is. A szervezet minden évben különböző programokkal támogatja a megyében élő, rászoruló gyerekeket. Olyan gyerekek, akik élethelyzete nem teszi lehetővé egyébként, hogy mondjuk az állatparkba szüleivel vagy bárkivel is be tudjon menni vidékről, másrésztről, szintén az élethelyzetét kiindulva nem biztos, hogy egy ilyen egyhetes táborra szülei tudnak áldozni, illetve hát vannak itt olyan gyerekek is, akik szintén nehéz helyzetben vannak más okok miatt.
Az egyhetes táborban a közösségi értékek ereje, az egymás és a fogyatékkal élők elfogadása került a középpontba. A tematikus napokat játékok, élménypedagógiai foglalkozások színesítették. Voltak a gyerekek a Vadasparkban, a Múzeumfaluban, láttak tűzoltó bemutatót. A tábor a résztvevő gyerekek számára ingyenes volt. Kitó, a Nyíregyházi Állatpark egyéves afrikai elefántja anyjával és egy másik elefánt tehénnel osztotta meg eddig kifutóját, azonban a héten megismerkedett tekintélyes méretekkel bíró apjával, Jackkel is. Az első találkozás igen örömteli volt, a kis ormányos láthatóan élvezi az átmenetileg egyesített családot. A Nyíregyházi Állatparkban a tavalyi év szenzációja volt az afrikai elefántborjú születése. Az országban csak itt látható elefántbébi igazi kedvenc, hiszen a vendégek a fogantatástól végig kísérhették fejlődését. Még nevet is a látogatók javaslataiból választottak neki gondozói. A Kitó nevet kapta, ami szuahéli nyelven féltett gyermeket, drága kincset jelent. A kis ormányos kiváló egészségnek örvend, most éppen egy éves, és a napokban ismerkedett meg, tekintélyes méretekkel bíró apjával, Jackkel is. Azzal a nem titkolt szándékkal engedtük össze Jacket, a Nyíregyházi Állatpark afrikai elefánt bikáját, Kwanzával, az elefánt tehénnel, hogy Kitónak, a kis egyéves elefántnak kis testvére szülessen, hiszen az afrikai elefántok vemhességi ideje 22 hónap, tehát közel 2 esztendő. Eddig a kis elefánt a anyjával és egy másik elefánt tehénnel osztotta meg a kifutóját, most azonban idejét láttuk annak, hogy újra Jack és Kwanza elkezdenek randevúzni egymással. Az érdeklődés igen heves, és reméljük, hogy 2 esztendő múlva egy újabb borjú születéséről tudunk beszámolni. Az afrikai elefántok szociális igényű állatok, családban érzik jól magukat. Láthatóan a Nyíregyházi Állatpark kis elefántja is örömmel fogadta, és első perctől kezdve keresi apja társaságát, élvezi az átmenetileg egyesített családot. Sajnálatos módon az egyes keleti hiedelmek és az orvvadászat rendkívül súlyos helyzetbe hozta a mára már igen foghias faj és egyedszámmal rendelkező ormányosok rendjét is. Így az afrikai elefánt már a kihalás fenyegette élőlények közé sorolható. Vadászatát törvény tiltja, ennek ellenére még mindig akadnak olyanok, akik szép dolognak tartják ékszereiket, bútoraikat elefántcsonttal díszíteni, és nem foglalkoznak azzal, milyen értékes állat is a világ legnagyobb szárazföldi emlőse, az afrikai elefánt. Az elmúlt szezonban 3 országos döntőben is fújhatta a sípot Makrai Márton. A 27 éves kosárlabda játékvezető szerepet kapott a serdülő és a kadett fiúk fináléjában, valamint a 4. korcsoportos diák olimpia döntőjében. A játékvezetők többségéhez hasonlóan Makrai Márton is sportolóként kezdte, nyíregyházi nevelésű játékosként, a szamárlétrát végigjárva a felnőtt csapat színeiben bemutatkozhatott az élvonalban is. Aztán alacsonyabb osztályban folytatta, majd úgy döntött, hogy átáll a másik oldalra, és játékvezetőként igyekszik szolgálni a sportágat. Az első és legfontosabb vonzóerő számomra, hogy a pálya mellett maradhattam, és ugyanígy ebben a közegben maradtam ezáltal, hogy átnyergeltem a játékvezetésre. Minél több meccsen tudok részt venni, minél több meccset látok, minél többet vagyok a kosárlabda mellett, annál jobban érzem magam. Csak úgy, mint játékosként, játékvezetőként is lépésről lépésre lehet haladni. A 27 éves fiatalember tavaly több mérkőzés vezetett a franciaországi középiskolás világbajnokságon, idén pedig 3 korosztályos bajnoki döntőben is fújhatta a sípot. Meghívást kaptam a férfi, vagy hát fiú kadettkorosztálynak az országos döntőjére, ahol 8 csapat vett részt, többek között a nyíregyháziak is. Ott elődönték sikerült vinni, ahol a Vasas és a hazai csapatnak, a Debrecennek folytam az elődöntő mérkőzését, ami egy nagyon kielezett találkozó volt, egy utolsó másodpercben hagyta ki a Vasas az egyenlítési lehetőséget, úgy jutott be a döntőbe a Debrecen. Igazából ez volt az első torna, amikor 3-as mechanikába folyhattam, tét-szituációban is, 2 társammal együtt. Ez nagyon sokat számított, hiszen még ilyen sorozat terhelésben úgymond nem folyhattam 3-as mechanikába, csak a felnőtt edzőmeccseket. A serülő döntő az azért volt kedves a szívemnek, mert ott egészen a döntőig sikerült vinni a dolgot. Én fújhattam a döntőt egy budapesti kollégával, a 3. döntő pedig egy
négyes korcsoportos diáklimpia volt Miskolcon, ahol végül a leány döntőt kaptam én meg. Makrai Márton szürke szerelésben is szeretne eljutni az élvonalig, ha pedig az sikerül, akkor a nemzetközi szintet jelentő FIBA jelvényt veszi majd célba a játékvezető. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Jó búzatermés, ám alacsony ár várható. Az aratás elkezdődött. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen mintegy 25 ezer hektáron termett búza. Ennek alig 4%-át aratták le eddig. A termés átlag már most jónak ígérkezik, azonban mintegy 15-20%-kal olcsóbb a búza, mint tavaly. Körülbelül 40-42 ezer forint az új termény tonnája. Országos viszonylatban is Piricsén indult el elsőként a kísérleti közfoglalkoztatási program. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen összesen 20 húzamosabb ideje munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalót alkalmaz az önkormányzat. A kormány új közmunkaprogramjában országosan 300-an, a megyében összesen 100-an kaptak álláslehetőséget. Az orvos elvándorlás sok helyen a betegellátást is veszélyezteti, több ezer magyar szakorvos szeretne külföldön dolgozni. A Magyar Orvosi Kamara képviseletében beszélt erről televíziónknak dr. Losonczy János. A kamara szerint az orvosok, ápolók bérfelzárkóztatására már szükség volt, az ágazati dolgozók fizetése több lépcsőben emelkedik. A Kölcsei Televízió híradóját látták július 7-én csütörtökön. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk. További hírekért és videókért addig is böngészték honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos, száraz időre számíthatunk, a magasban egyre melegebb levegő érkezik fölénk délnyugat felől, így erősödik a nappali felmelegedés. Éjjel a gomoly felhők napnyugta után ellaposodnak, éjszaka azonban átmenetileg vékony fátyol felhőzet jelenhet meg több helyen. Az északnyugati szél éjszakára mindenütt legyengül, reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben egyre több fátyolfelhő sodródik a térség fölé, és délutánra gomoly felhők is képződnek, de ennek ellenére jellemzően sok lesz a napsütés. Csapadék sem valószínű, a déli szél időnként megélénkül. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Szombaton az időszakosan megerősödő szélben mérsékelten meleg idő várható, elszórt záporokkal, vasárnaptól azonban erőteljes melegedés kezdődik. A jövő hét elején országos kánikulára számíthatunk, kedden akár 35-36 fokos hőmérséklettel. Szerdán azonban egy hideg front fokozatosan kiszorítja a forró levegőt. A front többfelé okozhat akár hevesebb záporokat, zivatarokat, emellett az északnyugatira forduló szél is néhol viharossá fokozódik.